Itt vagyunk a 2015-ös Glamour Woman of the Year gálán, és elkaptam az MDC-t. Sziasztok, srácok! Hello! 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 Milyen gyakori ilyen bulira járok vagytok? Szeretitek ezeket a celeb bulikat? Hát azért el szoktunk járogatni néha, iszogatunk, beszélgetünk az emberekkel, de inkább ez a pubokban ülünk, és akkor ott a haverokkal beszélünk. Házi pálinka. Abszolút, igen. Srácok, ha jól adottam, nektek volt egy klipforgatásotok nem is olyan régen. Mit kell erről tudnunk? Igen, most szombaton volt a legújabb dalunk, ami az Eurovíziós dal is volt, a Maniac-re a klipforgatás. Elég izgalmasra sikerült, úgyhogy nagyon várjuk most a végeredményt. Miről szól a szám? A szám az a függőségekről szól, de a klipben most már... Igen, nem, de a lényeg az, hogy a klipben nem ez volt a fő szempont. Igazából a klip story része egy valóságshowban játszódik, ahol mi is ugye bent lakunk, vagy bent élünk ebben a valóságshowban, és vannak egyéb szereplők, és itt igazából az ilyen szokások, az együttélés, ilyen kijönnek a pozitívumok, negatívumok, úgyhogy nem konkrétan csak a függőségek, hanem így egy ilyen közösségről szól így a klip. És akkor ott vannak bent ilyen exotikus dolgok, ilyen szexfüggőség, meg ilyen... Exotikus. És akkor jó csajok vannak, mikor a szexfüggőség a téma? Hát nyilván úgy válogattunk, hogy dolgozunk már együtt egy pár olyan jó csajjal, aki az előző klipünkben is szerepelt, és nagyon beváltak egyébként, és így gondoltuk, hogy erre... Hát mennyire? Eléggé érző, hogy értedik el. Következő klipünkben is gondoltuk, hogy felkérjük őket, és megint nagyon jó produkáltak egyébként, nagyon jól sikerültek szerintem a jeleneteik, nagyon izgatottan várjuk, mert ugye mindig egy ilyen nagy rejtély az, hogy amit leforgatunk, abban mi fog bekerülni a végleges klipbe, és akkor tudjuk, hogy megnézzük a vágott verziót, és akkor lehet, hogy még ebből szeretnénk egy picit, vagy ez lehet, hogy kicsit durva lett, akkor vegyünk el, majd kiderül a végén, de szerintem nagyon jó lesz. Ti hogy vagytok ezzel, amikor készülhetek mondjuk egy anyag? Ti mennyire vagytok így mindig így megelégedve magatokkal a kamerát, mikor mondjuk kijön egy klipetek, hogy hát ezt nem így kellett volna ott csinálnom, vagy hogy mennyire vagytok ilyen elégedetlenek mondjuk magatokkal? Daninak volt egy nagyon hülye feje az előző klipünkben, és az első klipünkben igazából Evez nevű, ezt a szót, ahogy bemondta a mikrofonba, így beletált. Azt mondta, hogy mindegy, csak a magánhangzókat mondja, a szöveget sem tudta szerintem még a Dani, de ő evezett. Azt mondta mindig csak, hogy te csak evez. Igen, hát szerintem az soha nem jó dolog, hogyha megvan elégedve teljesen magával az ember, mert úgy nem tud fejlődni, de alapvetően Jimmy J. Hollywooddal csináltuk ezt a klipet is, mint az előzőeket, és nagyon jó. Múltkor, akivel találkoztam a szépségversenyen is, nem? Igen, ő a zsűri, és ő nagyon jól tud minket instruálni, és tényleg egy nagyon jó rendező, úgyhogy szerintünk a képi része az abszolút jó lesz. És azért, mert ez a harmadik klip, amit vele csinálunk, vagy készítünk, és elég jól megismertük egymást azért két klip alatt, úgyhogy egyre gördülékenyebb a munka. Így minél több klipek elkészül, így ismerjük egymást, tudjuk, hogy ő mit szeret, hogy milyen ruha, hogy nézzünk ki, hogy néz a kamerába, hogy ne néz, úgyhogy ezért megismerjük egymást, úgyhogy reméljük egyre jobbak lesznek a klipek. Te akkor ezt gondolom, hogy majd egy hosszú távú munka lesz vele. Hát abszolút, szeretnénk vele mindenképp tovább dolgozni, és a többi klipünket is reméljük, hogy meg fogja csinálni. Most ugye egyre több más zenekarnak is, meg előadónak csinál klipet. Most a Tolvajraninek is ő csinálta, ami nemrég kijött klip, akkor az Eddának is a mostani klipjét, ami kijött, ő csinálta, úgyhogy... Reméljük rá fog érni. Reméljük rá fog érni, és dolgozhatunk vele tovább. Mikor jelenik meg a klip? Mikor láthatják a rajongók? Hát az a terv, hogy március vége, de ez inkább április eleje lesz. Pont ma beszéltünk a Jimmyvel, azt mondta, hogy nagyon jól halad az utómunka. Azt mondta, hogy 5 nap múlva megleszünk, de kíváncsian várjuk. Akkor ma hányadika van? Nézzük. 19, akkor 24-én várjuk. Mekkora fejmatek? Jó. Nagyon koncentráltam. Nos, srácok, akkor nagyot fogtok ma még bulizni, annyit áruljatok el. Hétvégén lesz egy fellépésünk az Alpok. Az új MDC tag is föllép, én úgy tudom. Így van, igen, így van. Egy új MDC tag is föl fog lépni, akit ezennel szeretnék mindenkinek bemutatni. Gitáros lettem. És azért ott vigyáznunk kell magunkra, mármint most vigyáznunk kell magunkra, hogy én is. Hát te is vigyázz magadra, tehát ne így áll sokat semmiképpen, mert nem is szoktam. Az energia. Meg a hangodra szükség van, tudod, meg a gitártudásra, szóval hogyha nem remegő kézzel kell odajönni, nem, ne így áll, tényleg vigyázz magadra, és jót fogsz produkálni, köszönjük, hogy... Kicsit izgulok, de akkor köszönöm szépen a srácok az interjút, és akkor várjuk a klippet és a fellépést is. Sziasztok! Sziasztok!